Milyen gyakran és hogyan kell ellenőrizni a kutyát, hogy van e benne kullancs? Azokban, az, azokban a kutyákban, ahol a sétáltatás az pórázon történik, mondjuk egy városi ö, kör, körülményt ö, feltételezve, ott én azt javaslom, hogy a, a sétáltatás után mindig simogassuk át a kutyát, nézzük meg, hogy van-e benne kullancs. Nem biztos, hogy könnyen észre lehet venni, hiszen a kullancs ö, a friss esetben ö, nem szívja még meg magát, és ö, a, a felfedezése az, hát, az nem olyan egyszerű, vannak típusos helyek, ahol a kulancsot keresni kell, ezek a, a, a lábak felső része, hónajtáik, fülek környéke, a szemöldök környék, a fülek alatti terület, illetve hátulsó testfélen a lágyéktájék, ezeken a területeken érdemes a kullancsokat főleg keresni. Természetesen bárhol beakadhat a kullancs, tehát akár a hát közepén is, de picivel kisebb a valószínűség, mint az említett helyeken. Tehát ezeket érdemes átnézni. Azokban a, azt a körülményt feltételezve, hogy kint van a kertben a kutya, és mondjuk etetés időben találkozunk csak vele, ott főleg az a, az a kérdés, hogy ha a kutya zárt területen van, akkor ezen a zárt területen előfordult-e már kullancsos támadás, volt-e fertőzés, Tehát ott is időnként, mondjuk akár két-három napi rendszerességgel érdemes ezt átnézni. Ott, ahol biztoságosan nem volt fertőzés, és zárt területen van az állat, ott természetesen ez az intervallum, az akár lehet havi is. Ha a kutya kiár, nagyobb területet kóborol be, olyan területekre is eljut, amiről magunk nem is tudunk, akkor ennek az átnézésnek és ennek a figyelésnek valóban sűrűbbnek kell lenni, akár napi szintűnek.